A nyolcas feladat az egy ilyen tartály és az ehhez tartozó ferdecső feladata, és így szól a hozzátartozó feladat leírás. Az alábbi ábrán látható nagyméretű tartály és a csatlakozó ferdecső fel van töltve folyadékkal. A ferdecső végén megnyitva az elzáró szerelvényt megindul a folyadék kiáramlása. Itt. Erre. A folyadék sűrűsége 994 gram per köbdeciméter, tehát ezt átváltva kilogram per köbméter ugyanennyi. A gravitációs gyorsulás a g 10 méter per szekundum négyzet, a légköri nyomás, tehát a P0 pedig 1005 millibár, amit ugye megszorzunk 100-zal, mert millibár, és abból 100.500 paszkált fogunk kapni. Az ábrával jelölt mennyiségek értékei a következők. P1 16 higany milliméter vákum. Vákumnál tudjuk, hogy a légköri nyomásból kivonjuk, amit megkapunk itt, átváltva paszkálba, és abból fogjuk megkapni a valós P1-et. 16 higany milliméter pedig úgy kapjuk meg, hogy megszorozzuk a 16-ot 136-tal, ami pedig 2176 paszkál lesz, ha minden igaz, és ezt kell kivonnunk majd a 100.500 paszkálból. A H235 cm az L1 1,96 méter, az L2 0,92 méter, az alfa szög, az pedig 36,2 fok. Kérdések? Határozza meg az elzáró szerelvény megnyitásának pillanatában a folyadék gyorsulását. Tehát megnyitjuk, és milyen gyorsan jön ki a folyadék. Akkor lássuk ezt a kérdést, illetve ezt a ennek a megoldását. Ehhez gyorsan megnyitom még a... Igen, itt van. Még gyorsan megnyitom a másik oldalát. Igen. Tehát, itt van a kérdés, gyorsulás az a... Ja igen, bocsánat, még ezeket, hogy itt leírjuk az értékeket. Tehát ugye meg volt adva, hogy a folyadék sűrűsége 994, ezt ugye nem váltjuk át. G az 10, légköri nyomást átváltottuk 100.500 paszkál, P1, ugye kivonjuk a 100.500-ból a kiszámított 2176-ot, akkor 98.324 paszkált fogunk kapni a P1-re, ez lesz a tényleges P1. A H az 2,35 méter, az L1 az ugye 1,96 méter, az L2 0,92 méter, ezt ugyanúgy hagyjuk, mint eddig, illetve az alfát is csak leírjuk. Első kérdést úgy számítjuk ki, alfa egyenlő, itt van az egyenlet hozzá ebbe, mindig ez az egyenlet, P1 per ρ plusz G szer H1 egyenlő, P2 per ρ meg G szer, és itt a H2 helyett beírunk egy ilyen szép hosszú egyenlet szakaszt, színusz alfa szor L2 zárójelben plusz A-szor összes szumma L, itt azért nagy L-el írtam, hogy talán így jobban látszódik, és ugye ez is zárójelben. És akkor ezt behelyettesítjük. Itt láthatjuk a behelyettesítést. Tehát P1 per ρ, ugye 994, meg G, ugye 10 szer H1, ugye az 235, az meg is volt adva itt, bár igazából nem H1, csak sima H, de igazából teljesen lényegtelen. Egyenlő P0, ami ilyen esetben P2-nek van írva, de mint már említettem az előző videókban, hogyha nincsen P2, akkor ugye P0-val számolunk,
100.500 per ρ 994 meg g-szer, 10-szer, azt picibe odaírtam, színusz alfa, behelyettesítjük, hogy 37,2 az alfa, szorozva L2-vel, itt van, itt láthatjuk az L2 értékét, 0,92 méter, plusz A-szor, ugye A-t nem ismerjük, A-t keressük, szor szumma L, amit pedig úgy kapunk meg, hogy az L1-et összeadjuk az L2-vel, ami pedig 2,88 méter, ezt pedig az egészet átrendezzük úgy, hogy ezt a hosszú mindenféléket a színusszal együtt megoldjuk az egyenletet, ugye összeszorozzuk, elosztjuk, összeadjuk, ezt is összeszorozzuk, összeadjuk, és ebből a bal oldalból kivonjuk a jobb oldalon ezt a részt, tehát 122,41-ből kivonjuk a 106,54-et, ami egyenlő lesz 2,88-szor A-val, amit pedig utána, ha kivontuk, leosztjuk 2,88-al, és megkapjuk belőle az A-t, ami 5,51 méter per szekundum négyzet lesz. A kérdésünk pedig méter per szekundum négyzetet kér. Igen, 5,51, és helyes a megoldásunk. Második kérdés. Állandósult állapotban a cső végén a folyadék kiömlési sebessége, tehát V. Itt ugyanazt az egyenletet alkalmazzuk, mint az előbb. Azt leszámítva, hogy itt a legvégén, ugye nem a szor szumma ellet keresünk, hanem V2 négyzet per 2-t keresünk. Ugyanúgy behelyettesítünk, ahogy az előbb, egészen a V2 négyzet per 2-ig, de most erre kell rendeznünk az egész egyenletet. Ugyanúgy megkapjuk, hogy 122,41-ből 106,54 egyenlő, de itt most ugye nem 2,88a, hanem V2 négyzet per 2, megszorozzuk 2-vel ezt a kivonást, utána gyököt vonunk, amiből megkapjuk, hogy V2 egyenlő 5,634 méter per szekundum. Kérdésünk pedig méter per szekundumot kérdez, így van, beírjuk, és ott a végeredmény, nem kell átváltani. Hármas kérdés. A kiáramló folyadék sugár a vízszintes cső szintjétől számítva milyen legnagyobb magasságig emelkedik? Tehát keressük a H-maxot. Vízszintes cső szintje. Igen. Innentől számítva milyen magasságba emelkedik innentől felfele a H-max. Itt van hozzá az egyenlet, G-szer H2 meg V2 négyzet per 2 egyenlő G-szer H-max plusz V2-ször koszinusz alfa négyzet per 2. Behelyettesítünk, ugye 10-szer H2 az 0,54 336 igen, azt az előzőben nem említettem, hogy egyébként ez itt. Ez. Ez maga itt a H2. Ugye itt láthatjuk, csak nem írtam oda, mert ott én egyből színusz alfa szor L2-t írtam, de az összesítve az a H2. Most ugye ezt kérjük, tehát ide akár írhatuk volna azt is, hogy G-szer színusz alfa szor L2. Mindegy, itt van az eredménye. Plusz V négyzet per 2, amit az előbb itt kiszámoltunk, ugye V négyzet per 2, behelyettesítjük a V2-t, és akkor ugye odaírjuk, hogy négyzet per 2, egyenlő 10-szer H-maxot keressük, ezt nem tudjuk, plusz V2, megint csak beírjuk itt, amit az előbb számoltunk,
szorozva koszínusz 36,2, ezt ugye kiszámoljuk számológéből, az 0,8696 négyzeten per 2. Ugyanúgy kiszámolom ezt, átrendezem ide, marad majd itt a 10 Hmax, ugye ezt utána ezért leosztom 10-zel, Hmax egyenlő, tüdüdü, kiszámoljuk ezt is számológépben, és megkapjuk belőle, hogy Hmax egyenlő 1,096 méter, de nekünk a feladatunk centimétert kérdez, ezért megszorozzuk 100-szal, és abból megkapjuk, hogy 109,7 centiméter lesz a végeredményünk.